Több fronton megmérkőztek egymással a versenyzők a Baranya kupán, ami hagyományosan a Rally 2-es bajnokság része, valamint a Mitropa kupa egyik állomása, de természetesen, mint minden évben, a Rally 1-ben érdekeltek közül is többen rajtozáltak. Tét nélkül presztízs csatát vívni egymással, hisz az ő terepük inkább az első osztályú bajnokság. Viszont a soron következő aszfaltos futamokra való felkészülést jól szolgálta a Komló környéki viadal. Maricek Miklós az R4-es Mitsubishivel állt rajthoz, de természetesen nem az R5-ös autók pilotájához akarta mérni magát. Az a nagyon fontos, hogy föl tudunk készülni ugye erre az augusztus végi Hóz Rallyra, hiszen most két hete mentünk Murván, és most visszatérünk az aszfaltra, és így szerintem egy sokkal felszabadultabban tudunk versenyezni és tesztelni az elkövetkezendő aszfaltos versenyekre. A Korda Racing két R5-ös Skodával érkezett Komlóra. Az egyikkel a fiatal, feltörekvő tehetség Klaus Kristóf indult, a másik Fábiával pedig Várkonyi Szabolcs állt rajthoz. A pécsi pályák különösen gyors pályák, és nagyon szeretek itt versenyezni. Tehát valószínűleg itt mentem már a legtöbbet, és remélem, hogy gyorsan tudunk haladni a versenyen. Megyünk, ahogy tudunk. Legalábbis ugye egy éve nem mentem aszfalton Skodával, és összesen előtte ott a 30 kilométert a baleset előtt, tehát nem mondhatom, hogy tapasztalt vagyok. Úgyhogy az elején azért egy icipicit óvatosabbak vagyunk, mert például ezt az esti szakaszt nagyon szeretem, én nagyon szeretek sötétbe menni, úgyhogy ott megpróbálunk odalépni. Ahogy korábban említettük, a Rally 2-eseknek bajnoki futam volt a Baranya kupa, ahol hárman feszültek egymásnak a Kia Platinum kupában. Mondhatnánk, hogy kicsi a bors, de erős, ami persze némi túlzást tenne a pikantók esetében, az viszont tény, hogy maga nemében ezekkel az autókkal is lehet élvezetesen autózni. Az pedig, hogy egyforma autókról beszélünk, már is növeli a rivalizálási kedvet a pilóták körében. Az első gyorsaságin még Vogel Adrien volt a leggyorsabb, majd egy olyan fék problémával találta magát szemben, ami mondhatni tönkretette az egész versenyét. Hol volt fékhatás, hol nem, így pedig nem tudott maximális tempóra törekedni, nem hitte az autónak, és persze jóval hosszabb féktávokat vett. Vogel végül is másodikként fejezte be a versenyt. A harmadik körre kivettük az ABS jeladót, mert ez a széria az ABS-el megy, és akkor ahhoz próbáltam hozzászokni, és akkor az utolsó gyorsot már meg tudtuk nyerni. Attól függetlenül jó tapasztalat, mert ha van valami rossz is, abba is jó beletapasztalni, hogyha a legközelebb történik, akkor tudjunk valamit kezdeni ezzel. A Kia Platinum kupában élen álló Krajnyák Petra a futam elején határozottan kijelentette, hogy azért jött, hogy megnyerje a versenyt. Nos, ez sikerült neki, és így növelni tudta az előnyét a bajnokságban. Az eső, a vizes aszfalt nehezítő körülmény volt, de ezeken a gyorsaságikon is kellő magabiztossággal terelte a pikantót. Szerencsére készültünk egyébként arra, hogy egy picit fog esni. Leszakadt az ég, mikor odaértünk az első gyorsra, de hál' Istennek Miskolcon szereztem annyi tapasztalatot, hogy ez most visszajött, és első időt tudtunk ott is autózni esőben. Róna Völgyi Endre mellett Érdi Nikolett diktált az itinert, és mi sem természetesebb, hogy a pilóta kikérte a Mitfárer édesapjának, Érdi Tibornak a véleményét a beállításokat illetően. Voltak egészen jó időeredményeik, kezdik belakni az autót, egy alkalommal viszont beesett a fékpedál, de szerencséjükre a sorompó előtt megálltak, és minimális időveszteséggel folytatni tudták. Elkövettünk egy kis baklövést, itt a végén én is elfáradtam, bementünk hamarabb a rajtba. Tanulság, de az már látszik, hogy azokkal a lányokkal, akik 5-6 éve ebben az autóban ülnek, így 2-3 verseny után is versenyképesek tudunk lenni, úgyhogy évvégére összekapjuk magunkat szerintem. A Rally 2-ben Trencsényi Vince fokozatosan növelte az előnyét, míg nem az utolsó előtti gyorsaságin defektet kapott. Ekkor került hozzá közel Tim Gábor, de végül sikerült megszereznie a győzelmet Komlón. Sok újdonság volt a számomra, mert ennyire vizes versenyen még nem mentem, főleg nem slickkel, illetve jobb első defekttel sem mentem. Most ebből sikerült mindent kihozni. Igazából sikerült összeszedni egy nagyobb előnyt, de a defekt miatt ez lecsökkent, viszont szerencsére sikerült megőrizni így a Power Stage után az első helyet. Elégedett vagyok, a tempónkon még lehetett volna forszírozni, viszont nem akartam rizikózni, úgyhogy ez majd a jövő zenéje, hogy még mennyit tudunk gyorsulni.
A pro kategóriában Sauer Gergő ezúttal egy erőtös Fábiával ijesztett rá többiekre. Megnyerte az első három szakaszt, de 70 helyen túl nagy volt a lendület, és a győzni akarás, mert csúnyán összetörte az autót. Még eddig sem jutott Bacsa Tamás, aki mindjárt az első gyorsaságén kiesett. Sauer búcsúját követően Klaus Kristóf állt az érre, és igyekezett már a második körben bebiztosítani magának az első pozíciót. Ő a Mitropa kupába nevezett, épp azért, mert az idén már nem egy futamot megnyert, és bár több versenyt kihagyott, jó eséllyel pályázik a bajnoki címre. Komlón jelentős előnnyel ért célba az első helyen. Végig nagyon élveztük a versenyt, az elején nagyon nagy küzdelem volt, próbáltuk taktikusan felépíteni a hétvégét, ami a végére úgy látszik sikerült. Az időjárás néha megtréfált, de tényleg azt gondolom, hogy így a verseny végére kihoztuk a maximumot ebből a futamból, amit tudtunk. Várkonyi Szabolcs a hosszú kihagyás után eldöntötte, hogy nem rohan fejjel a falnak. Nem akarta feszegetni a határokat, de azt azért eldöntötte, hogy körről körre kiebb tolja majd azt a bizonyos vonalat. Mire megkezdhette volna a felzárkózást az élmezőnyhöz, technikai hiba miatt kénytelen volt feladni. Nagyon ismerem ezeket a pályákat, mégsem mertem elnyomni azokat a kanyarokat, amiket tudom, hogy el lehet. Biztos hozzá jön az is, hogy az első gyorsági első ilyen igazi tempós kanyarjában mindjárt ötödikbe felúsztunk, és ott mindjárt el is ment a kevés bátorságom is, de igazából hát nem találtuk meg azt a ritmust, azt a tempót, amit szerettünk volna, úgyhogy a vártnál sokkal nehezebb volt számomra ez a verseny. Botka Dávidot csak a versenykilométerek gyűjtése érdekelte ezen a futamon, nem nagyon figyelte, hogy épp hányadik helyen áll. Viszont sehogy sem volt magával elégedett, a gumiválasztás sem sikerült a legjobban, és valahogy hiányzott belőle az a tűz, amit megszokott a korábbi versenyeken. Az utolsó körben már nem is láthatták a szurkolók az aranyszínű Skodát. Az első két gyorsaság itt teljesen jó volt, élveztem is. Azt mondom, hogy a második, amikor leesett az eső, az egy kicsit azért megviccelt minket, meg kemény gumin mentünk ki, és ott azért egy kicsit... El is ment a kedvem az egészt, és úgy gondoltam a második körben, amikor lementünk, hogy nincs értelme úgy menni, hogy egyszerűen nem érzem azt, hogy gyorsan tudok menni. Azt időket megyek, és csak azért, hogy tönkretegyük a kocsit, vagy akár összetörjem, azért sem értelme. Az elmúlt három évben magyar versenyző nyerte a Mitropa kupát. Kétszer Hide Krisztián, tavaly pedig Fogasi Gergely. Ő az idén Turán Ford Fiesta-jával versenyez, és azok után, hogy az első két gyorsaságit elrontotta, összekapta magát, két szakaszt is megnyert, és megszerezte a második helyet. Jelenleg pedig a bajnokságban a német Gassner mögött a második helyen áll, megelőzve Klaust. Tegnap egyszerűen nem tudtam felvenni a ritmust, nem éreztem az egészet. Autó jó volt, gumi jó volt, tényleg minden jó volt, de valahogy én nem találtam bele. Mai nap meg hát kezdtem azért fölvenni a ritmus, de kicsit úgy lassabban, ahogy kellett volna. Végére egész jól belejöttünk, de ez már kevés lett. Esőbe tudtunk abszolút esőt menni, de száraz körülmények között, tehát igazából tudtam, hogy ez nem fog annyira sikerülni, de megpróbáltunk mindent. Én úgy érzem, hogy nagyon tényleg nyílen mentünk, ahol lehetett. Már túl is vállaltam helyenként, de ez sikerült most. Maricek Miklós nem nevezett a Mitropa kupába, így számára az abszolút értékelés harmadik helyezése volt az az eredmény, amit nyugodt szívvel kitehet az ablakba. Bajnoki kategóriatársával készült egy jó meccsre, de amikor Durás Gergő 13 perces büntetést kapott korai érkezés miatt, a párviadal eldőlt. Ez ugye nagyon nehéz, hogy pontosan is menjünk, és gyorsan is, és ne is essünk be. Nagyon tetszett, nagyon érdekes volt ez az érzés, most így utólag azt mondom, hogy szenzációs. Azért is gondolok erre, mert hogy meg is tudtuk csinálni. Persze ebben benne volt az előző, az utolsó előtti gyorsaságnak az eleje, ahol sok volt a felhordás, ott spóroltam, vigyáztam, odafigyeltem, és ebből adódóan kaptunk tőle azon, úgyhogy így alakult ki ez az utolsó gyors, de ez az egész verseny ebben együtt, ez már csak hab volt a tortán, ez szenzációs volt. Az RC5-ös géposztályban nem volt túl nagy a mezőny. A két magyarnak egy olasz és egy osztrák pilótával kellett megküzdenie a dobogós pozícióért. Ifjabb Kanyik Antal egy éve versenyzett utoljára hazai pályán, és mindjárt a verseny elején megmutatta, mennyire gyors. Csak hogy elkövetett több hibát, ami összességében fél perc büntetéssel járt. Ezt használta ki csapattársa,
a szintén Peugeot 208-assal induló Tábori Ákos, akinek gyakorlatilag csak őriznie kellett az előnyt ahhoz, hogy a végén ebben a kategóriában Kanyik előtt megszerezze a győzelmet, ami 7 tized másodpercen múlt. Szárazra számítottunk, tehát a tréningek alatt is olyan meleg volt, hogy nem is gondoltuk, hogy esős lesz, vagy esősi változik az idő. Viszont tényleg igazi rally volt, mert mentünk esőben, mentünk szárazban, tehát gumiztunk, szinte mindenféle gumit kipróbáltunk, vagdostunk is. Aztán végül is eredményes lett a vége. Egy tesztnek szántuk, tehát nagyon nem volt igazából okom arra, hogy mindent bevállaljak és annyira siessek. Én azt gondolom, hogy körről-körről tudtunk javulni. Úgy álltunk, hogy a csapattársunk, az Ákosék 11 másodperccel vezettek, és a vége úgy lett, hogy 7 tizeddel ők nyertek. Árpettetőn meg 70 helyen letoltuk. Amúgy nagyon jó volt, egy kicsit csalódottak vagyunk, de amúgy meg egy pozitív verseny volt, tehát örülök, hogy itt a csapaton belül maradtak a pontok, és legalább célba értünk.